hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, és majd a sírod is, mely ápolcs eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzete hazán, s népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Tisztelt honfitársaim! Himnuszunkban Kölcsei Ferenc Isten áldását kéri a magyarságra. Az új év első perceiben én is ezt teszem. Óvja és áldja meg Isten szeretett hazánkat, minden magyart. Kívánom, hogy 2017 hozzon több békét, nyugalmat, megértést és egymás iránti tiszteletet világunkba.
Kívánom, hogy életünk eddigi tapasztalataiból kellő erőt tudjunk meríteni mindazokhoz a feladatokhoz, amelyek elé 2017 állít majd minket. És kívánom, mindig legyen elég figyelmünk ahhoz, hogy felismerjük és megbecsüljük a teljesítményt. Nem csak a világról szóló eredményeket elérő honfitársainkét, hanem mindenkit, aki a maga helyén, a maga módján és a maga tehetsége szerint szebbé, jobbá, örömtelibbé formálja életünket. Tisztelt honfitársaim! A mögöttünk hagyott év, mint minden más esztendő, egyaránt hozott derűt és borút, örömöt és bánatot, közös sorsunkba épp úgy, mint személyes életünkben. Volt részünk felemelő élményben, és megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget. Mindannyian szívesen emlékszünk vissza azokra a nagyszerű pillanatokra, amelyekkel olimpikonjaink ajándékoztak meg minket, és ugyanúgy a futball Európa-bajnokság örömünnepeire. Közösen örülhettünk honfitársaink számos tudományos és kulturális sikerének, köztük egy újabb magyar Oscar-díj megszületésének. A kiemelkedő eredmények mellett azonban meg annyi fájdalmas veszteséget is el kellett szenvednünk. A mögöttünk hagyott év ragadt el közülünk Kertész Imrét, első irodalmi Nobel-díjasunkat. Sajnos rajta kívül is sok kiváló honfitársunkat veszítettük el. A szomorú névsorban ott látjuk Eszterházi Pétert, Csóri Sándort, Kocsis Zoltánt. És mégis, ők mindörökké velünk maradnak, mert mindazzal, amit létrehoztak, mindannyiunkat gazdagabbá tettek. Kedves honfitársaim! A mögöttünk hagyott esztendőben, 1956-os szabadságharcunk 60. évfordulóján, a 20. század világ történelmi jelentőségű magyar forradalmára emlékeztünk. 56 nélkül ma más lenne Európa, és mások lennénk mi is. Az akkori hősök bátorsága adott ihletet 1989-ben és 90-ben, hogy ismét kivívjuk szabadságunkat és függetlenségünket. A következő év is fontos évfordulót jelez a magyar történelemben. 2017-ben nem egy forradalom ünnepi éve köszönt ránk, hanem egy olyan esemény 150. évfordulója, amely páratlanul sikeres országépítő időszak előtt nyitotta meg az utat. Az 1867-es kiegyezést követő évtizedek a magyar felemelkedés csodálatos korszakává váltak. Nyugatos polgárosodásunk aranykora ez. Eredményeit azóta is csodálja a világ. Fővárosunk, városaink ekkor nyerték el mai arcolatukat. Ekkor épült ki út- és vasúthálózatunk. Ekkor erősödött meg népiskolai rendszerünk. A magyar ipar, a magyar mezőgazdaság, a magyar tudomány sokak által irigyelt, vidákra szóló eredményei mindenkit ámulatba ejtettek. Ha a szabadság nemzeteként joggal vagyunk büszkék arra a bátor kiállásra, amelyet a magyarság 1848-ban, 1956-ban és 1990-ben tanúsított, akkor a kiegyezést és az azt követő korszakot is méltó módon érdemes elhelyeznünk történelmi emlékezetünkben. Ma is érdemes volna egyet és mást ellestünk ebből a korból, és útra való magunkkal vinni 2017-re. Érdemes megfontolnunk az akkori idők meghatározó alakjának, Deák Ferencnek, a haza bölcsének szavait. Csak a munka fejti ki, csak azt tartja fönn a testnek és léleknek erejét. Csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve. Kedves szilveszterezők! A mai nap azonban nem a munkálkodásé, hanem a jókedvé és a gondtalan ünneplésé. Újévi jókívánságainkban, jó szokás szerint, közös és személyes reményeinknek adunk hangot. A remény szilveszter éjjelén majd mindenhova bekopogtat. Igyekezzünk hát jó vendégként marasztalni minden családban, minden baráti társaságban. Békés új évet, nagyvilág! Boldog új évet, magyarok!
sikeres új évet, Magyarország! Boldog.